Üdvözlök mindenkit a legújabb Insight videóban. A mai részben igazi mestertrükköket fogok megosztani veletek, elpusztult hangyákat fogunk feltámasztani, és új életet adunk majd nekik haláluk után. Tartsatok velem! Adott egy pár elpusztult hangya, akikről nemrég kiderült, hogy egy kevésbé gyakori fajhoz tartoznak, ezért nagyon nagy szükségem lenne rájuk élve, hogy befotózhassam őket a könyvembe. Az egyetlen logikus megoldásnak tehát az tűnik, hogy valahogyan fel kell támasztanunk őket. Kedvencek temetője. Javasolták, hogy ássam el őket itt, de sajnos a környéken nem találtam ilyen helyet, úgyhogy marad egy kicsit bonyolultabb megoldás. De előbb egy kis történeti áttekintés. Én magam először a kispesti rovarbőrzén találkoztam a rovarpreparálás hagyományával, ahol évről évre megjelennek az elkötelezett rajongói. Itt megismerkedtem számos rovarásszal, akik valószínűleg már akkor gyűjtögettek és preparáltak, amikor én még ki sem keltem a lárvából. Sokan morbid, akár kegyetlen dolognak tartják a rovarpreparálást, de tudományos felhasználásra még mindig széles körben használják ezt a módszert. Elmondhatom, hogy ezek a rovarászok teljesen értelmes és okos emberek, nem a kegyetlenség vezeti őket arra, hogy tűre tűzzék a rovart, hanem éppen ellenkezőleg. A természet szeretete és tisztelete, illetve a megismerés vágya. A rovarpreparálás még a fényképezés előtti korra vezethető vissza, amikor még ez volt az egyetlen módszer a rovarászok számára, hogy megőrizhessék és megfigyeljék, vagy tudományosan vizsgálják hatlábú barátainkat. Később, ahogy fejlődött a fényképezés, és egyre komolyabb makrotechnológiák váltak elérhetővé, úgy tűnhetett, értelmét veszti a rovarok eme macerás, elavult megőrzésének a technikája. Vannak olyan álláspontok is, amelyek azt vallják, hogy ha már le lehet fotózni a rovart, és így megörökíteni az utókor számára, akkor ne tűzzük tűre kegyetlenül a tetemét. Azonban a fotózás a várakozások ellenére sem váltotta fel a preparálást. Sőt, a két módszer ma már számos ponton összefonódott. Fotótechnikailag ugyanis van egy olyan probléma, hogy a nagyítás mértékének növelésével csökken a mélységélesség, tehát minél nagyobb nagyítással fotózunk, annál szűkebb rész lesz tiszta és éles a képen. Ez az éles rész rendkívüli nagyításokban akár a milliméter tört részére is lecsökkenhet. A megoldást a képhalmozásos technika jelenti, amelynél az éles részeket térben eltoljuk egymás mellé, készítünk 10-20, néha akár 100 vagy több száz képet, amelyet utána egy szoftver segítségével összerakunk, és így a teljes kép éles lehet szinte bármilyen mértékű nagyítás mellett. Ezt viszont csak teljesen mozdulatlan rovarral lehet megtenni. Élő hangyák esetében erre csak kiváltságos alkalmakkor van lehetőség, preparátumok esetén azonban bármikor. A nagyobb nagyítású, jobb felbontású, élesebb és részletgazdagabb képek szükségesek a tudományos kutatásokhoz, egyértelmű tehát, hogy ezekhez a legtöbb esetben preparátumképeket használnak. Sok egyetemnek, múzeumnak és kutatóközpontnak van saját rovarpreparátum gyűjteménye. Ezekkel egyrészt igazolni tudják egyes kutatásaikat, ha valaki a hitelességét kérdőjelezi meg, másrészt lehetőségük van újabb és újabb kutatásokra a preparátumok felhasználásával. Mostanra már biztos kitaláltátok, hogy a preparálás lesz a feltámasztási technikánk, de azért még az se keseredjen el, aki valódi csodára várt, a videó végén mutatok majd ilyet is. Először az Insight miatt kezdtem el a hangya preparálással foglalkozni. Sajnos néha előfordultak a készletünkön, vagy az utazás során ritka és látványos fajok elhullásai, és szerettem volna ezeket a pompás példányokat valahogy megőrizni és bemutatni másoknak. Mostanában az új könyveimen dolgozom, és ezek határozó részéhez már több száz szupermakró képet készítettem, hogy bemutassam a hangyák fontosabb részleteit, határozó jegyeit. Most viszont még ennél is nagyobb dologra készülünk. És ezzel térjünk is vissza a boszorkánykonyhába. A Myrmica curvitorax dolgozóit idén nem sikerült befotóznom a könyvemhez. Mivel már december van, a hazai hangyák mélyen lehúzódtak a talajszint alá, tehát leghamarabb a jövő szezonban tudnék újra ilyen fajt találni,
Viszont sajnos ez nem éppen gyakori faj, nehéz, időigényes dolog rájuk akadni, ráadásul addigra már nyomtatásban lesz a könyv. Az utolsó reményem tehát itt hever az asztalon. Először is készítek egy vízből és ecetből álló keveréket. Ez lesz a varázsszer, nem sokára meglátjátok, milyen hatása van. A tetemeket nagyon óvatosan kiszórom a kémcsőből, itt nagyon kell vigyázni, mert egy pillanat alatt letörnek a csápjaik és a lábaik, amit utána sajnos már nem tudunk visszaragasztani. Képhalmozásos technikával készítettem egy fotót az egyik tetemről, ezzel látszik, hogy nincs túl jó állapotban, már megjelentek rajta különböző gombásodások, amik sajnos jelentősen rontanak a tetem állapotán. Remélhetőleg sikerül majd feltámasztani azért. A lassú és időigényes szertartás után így néz ki a hangyánk. Halála után új életet kapott, mehet is egyből a könyvem lapjaira. De hogyan is jutottunk el idáig? Szerencsére nem vagyok bűvész, úgyhogy nyugodtan kiteregethetem nektek a titkaimat. Nos, a tetemeket beletettem az ecetes vízes keverékünkbe, lezártam és félretettem egy kis időre. Hogy mennyi idő szükséges, az attól függ, mekkora rovarról van szó. Kisebb hangyáknál elég lehet pár óra, nagyobbaknál egy-két nap. Amikor kivettem a hangyákat, az ecetes víz felpuhította őket, így most már nem törtek le a végtagjaik, ellenben megfelelően hajlékonnyá váltak ahhoz, hogy beállíthassam őket. A keveréknek fertőtlenítő hatása is van, és régebbi, porosabb tetemeknél a lemosás is jót tesz nekik. Aztán kerestem egy olyan tetemet, amelyik épségben megmaradt, egyetlen csápja és lába sem hiányzott. A dolog iróniája, hogy ehhez a videóhoz nem csak a hangyákat kellett feltámasztanom, hanem videófájlokat is, mert tévedésből letöröltem őket az előző videó nyersanyagába keveredve. Nem sikerült mindent visszahoznom, úgyhogy a preparálás most egy másik, korábbi felvételen mutatom be nektek. Igazából nem is baj, mert másik alanyunk egy sokkal látványosabb ausztrál hangyafaj. Ez a Myrmecia nigriceps királynő korábban még szállítás során vesztette életét. Ezt a képet szintén a készpreparátumról készítettem utólag. Őt is ugyanúgy ecetes vízbe raktam, majd kitettem egy papírtörlőre, ami felította róla a nedvességet. Ezután a tetem hátát szúrtam át, lehetőleg minél egyenesebben, mert ez a tű később is benne marad majd a preparátumban, és a preparálás alatt is ezt fogja tartani. A tű, amit használok, kifejezetten preparálásra való. Nagyon vékony, nagyon erős, a felülete pedig feketére van festve olyan festékkel, amely nem zavar be a fotózásba, megvilágításba, nem veri vissza a vakufényét. Polifom szivacson szoktam preparálni, ennek a keménysége és az átszúrhatósága is sokkal jobb, mint a hungarocellé, pontosabban, precízebben lehet dolgozni rajta. Most jön csak az igazi hozzáadott érték, ugyanis rendkívüli kézügyességgel egyesével be kell állítani a hangya végtagjait, hogy minél valósághűbb állása legyen. Mondanom se kell, hogy ez egy nagyon precíz és időigényes folyamat. Sok tapasztalatot igényel, és meglehetősen stresszes is, amikor az ember olyan tetemekkel dolgozik, amik különösen fontosak, vagy például ez esetben jelentős anyagi kárból származnak, és az ember tudja, hogy egy jó darabig csak ez az egy darab lesz belőle az egész országban. Persze, ha ettől eltekintünk, akkor igazából csak egy jópofa kikapcsolódás az egész. Az állat végtagjait próbálom minél élethűbben beállítani, hogy olyan tartása legyen, mint egy igazi hangyának. Itt jön a dolog legstresszesebb része, mert az efféle ijesztő bestiáknál szét szoktam feszíteni a rágókat, hogy azok is a legszebb pompájukban maradjanak meg. Itt egyetlen esély van csupán, ha letörik, akkor kárba vész az eddigi munkám. Ha a lábak és a fej megfelelő állásba került, akkor utolsó lépésben szoktam a csápokat beállítani. Ha ezzel is készen vagyunk, akkor úgy néz ki az egész installáció, mint egy tűpárna, de a közepén azért egy szép, természetes állású hangyát kell látnunk. Ezután az egészet félretesszük néhány napra, hogy kiszáradhasson a kívánt pozícióban. A stressznek persze ekkor sincs vége, hiszen a folyamat következő részében el kell távolítanunk a számtalan tűt, amit a fixáláshoz használtunk. Itt, ha lehet, még óvatosabbnak kell lenni, hiszen a száraz preparátumról ilyenkor már szinte biztosan letörhet bármi egy rossz mozdulattól vagy kézremegéstől. Az én technikám az,
hogy a tűket kívülről befelé haladva távolítom el, és nem kirántom őket, hanem lassan kihúzom és a hegyét végighúzom a polifómon, hogy véletlenül se pattanhasson neki a hangyának. Ha jól dolgoztunk, akkor az eredmény egy pompás hangyapreparátum, meglehetősen élethű állásban. Persze az egyetemek és a múzeumok nem így preparálnak hangyát, nekik általában csak egyes határozó jegyek számítanak az állaton, ezért többnyire összekuporodott hangyákat szoktak eltenni, és az sem ritka, hogy a preparátum sérülten kerül megőrzésre. Tudományos célokra általában alkoholban őrzik meg a preparátumokat, ami nem puhítja fel a tetemeket annyira, viszont jobban tartósítja őket. Hátránya, hogy idővel kiszívja a színeket, különösen a vöröset és a sárgát, ezért gyakran világosabbak a preparátum fotóik, mint amilyen a valódi hangya színe. Az én legújabb preparátumaim is ilyenek, amelyeket a könyvem határozó részéhez készítettem. Ezek a tetemek csak részletfotókra használhatók fel, a színeket azonban digitálisan korrigáltam, vagy igyekeztem frissebb tetemeket használni hozzá. A másik gyűjteményemet azonban élethű fotók elkészítéséhez és a fajok bemutatásához használom, így itt a hangyák természetes testtartásban vannak elhelyezve. Ez persze egy laikus számára is sokkal látványosabb, amikor kiállításokon vagy expókon megcsodálják őket. A varázslat utolsó eleme már digitálisan történik, a befotózott fényképről el kell távolítani a tűt, amely még szerepel rajta. Ez is lassú és időigényes folyamat ugyan, de itt már szerencsére nem lehet végzeteset hibázni. A kész fotóról azután már senki nem mondja meg, hogy élő vagy halott hangyáról készült. Olyannyira nem, hogy az utóbbi időben egyes fotósok kifejezetten ráálltak az ilyen rovar installációk készítésére. Ezek kétségkívül nagyon látványosak és megnyerőek, azonban ezen a képen is látszik, hogy itt bizony hiányzik a rovarok ismerete, egy hozzáértő azonnal láthatja rajta, hogy ez így a természetben soha nem történne meg. Akármilyen ritka és csodálatos pillanatnak tűnhet is egy laikus számára. A technikát viszont több helyen is alkalmaznom kellett könyvemben, olyan fotókhoz, amelyeket mesterséges körülmények között máshogyan nem lehetett volna elkészíteni. Például ennek a szárnyas hangyának a szemből nézeti képénél, vagy ennél a támadó formika dolgozónál. A természetben a formika fajok gyakran védekeznek ilyen állásban, de labor körülmények között sehogyan sem akartak így védekezni, ezért itt is preparátumfotót kellett készítsek, hogy bemutathassam a jellegzetes tartásukat. A rovar preparálás tehát ma már egészen művészi szintig lehet fejleszteni, de mint oly sok területen az életben, itt is nagyon fontos, hogy tudásunkat jóra használjuk, és ne öljünk meg rovarokat feleslegesen vagy éppen kedvtelésből. A videó végére pedig ígértem nektek egy valódi csodát. Nos, a hangyák maguktól is képesek feltámadni néha. Ha egy hangya vízbe vagy mézbe ragad bele a farmban, vagy esetleg egy kerti medencében találunk rá, akkor vegyük ki, tisztítsuk le, és szárítgassuk meg egy papírtöllön vagy egy papírzsebkendőn. A mozdulatlan állat pár perc után lehet, hogy ismét megmozdul, és újra visszatér az élők közé. Ahhoz, hogy a hangyák valódi újjáéledését szemléltetni tudjam nektek, ismét egy halott hangyáról készült preparátumfotót kell előkeresnem. A hangyák ugyanis nem tüdővel és nem a szájukon át lélegeznek, ahogyan mi emberek. Ha közelről megvizsgáljuk a hangya testét, láthatjuk rajta a légzőnyílásokat. Ezek eltömődése esetén a hangya oxigénhiányos állapotba kerül. Ha megtisztítjuk és megszárítjuk, a légzőnyílások ismét szabaddá válnak, az állat pedig ismét oxigénhez jut és rövidesen újjáéled. Attól függően, hogy mennyi ideig volt oxigénhiányban, előfordulhat maradandó károsodás, de ha időben megmentjük őket, akkor az is lehet, hogy teljes egészségben térnek vissza az élők sorába. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, ne felejts el lájkolni és feliratkozni, illetve kapcsold be a csengő ikont, hogy első kézből értesülhess majd az új videóinkról.